one more now that we're in the follow-up questions. Még egy lekövető kérdésem lenne, amikor karaktereket ír, akkor a fejben csinál-e szereposztást? Persze nem realisztikus, de ugye a Taylornál, ugye a Jack Nicholsonra gondoltál, ugye még mielőtt oda, megpróbálom, hogy ez ne történjen meg. Nagyon érdekes egyébként az elemi ösztön esetén a Michael például benne volt az én szereposztásomban, amikor írtam. Nem tudtam, hogy őt fogják kiválasztani, és nagyon gyorsan jött létre az, hogy ő legyen a szerepben. Nem is tudtam, hogy ez így lesz. Nagyon ritkán történik ez így meg, ahogy már említettem. A legjobb jelzés arra nézve, hogy mennyit tudok a dologról, ugye, hogy beraktam Pitinzenz az elemi ösztönbe. Tulajdonképpen ugye a producerek, mint az Andy, ez az ő erősségük, hogy ők eldöntik a szereposztást. Mert a munkát adott esetben a karakterfejlesztést segítheti, hogyha bizonyos színészeket elképzelünk egy adott szerepbe. Most anélkül is, hogy mondjuk realisztikus esélye lenne, hogy ők lesznek a szerepek. Nem akarnám ezt csinálni. Amikor néha ezt csináltam az elején még, amikor sok-sok évvel ezelőtt elkezdtem ezt a munkát, akkor a mellékszereplők esetén, mondjuk a rendőrségnél, mondjuk úgy kinéztem dolgokat mellékszereplők esetén, és akkor föl is raktam a falra ezeket, de megpróbálom tudatosan azt, hogy létrehozzak karaktereket, és nem gondolkodom nagy sztárokban, amikor ezt csinálom. Jó, akkor most ott is van egy kérdésünk. Igen, az orosz hölgy, igen. Igen, azt lenne a kérdésem, hogy hogy döntött úgy, hogy forgatókönyvíró lesz? Vagy egyszer csak ez így eszébe jutott, hogy na, mostantól forgatókönyvíró szeretnék lenni. Olvastam egy könyvet 1970-ben. Charlie Simpson Apokalipszis című regényét. Ezt egyébként nemzetközi könyvdíjra jelölték. És elolvastam ezt a könyvet, és egyébként fel is hívtak engem a Stone magazintól, és kérdezték, hogy írtam-e valaha forgatókönyvet, és kérdeztem, miért kérdezik. Azt mondták, hogy azért, mert itt egy nagyon filmszerű könyv van, és szeretnénk beszélni veled erről a könyvről, gyere be hozzánk. Azt mondtam először, hogy nem, ezt nincs pénzem arra, hogy oda menjek, azt mondták, hogy jó, elküldjük a pénzt, és akkor gyere, látogass meg minket. Úgyhogy egy nap volt egy találkozónk, és nagyon tetszett ennek a illetőnek a könyv, és megkérdezte tőlem, hogy nem tudnék-e forgatókönyvet írni belőle. Aztán gondolkodtam ezen, és egy nagyon jó kis rövid leírást csináltam. Ugye itt a szakszervezetről szólt ez, és a harcokról, amin keresztül mentek, és akkor már meg is született a cím, ugye az Ököl, Fist, és visszahívtak, és megegyeztek velem. Nagyon kis tranzakció volt önképpen, de több lépésből állt. Először a treatmentet kellett létrehozni. Nagyon élveztem ezt az élményt különben, és ahogy már korábban is mondtam, ugye nekem egy áldás volt Norman Jewison. Nagyon nagy vonalú volt, jó szívű, és tulajdonképpen kereskedelmi szempontból nézte, de nagyon bölcs is volt. Egyszer Malibuban a házában jártam, és megvolt ugye a forgatókönyv összejövetelünk ott a tengerparton. Oda kimentünk, néztük az óceánt, és néztünk az óceánra, és hátra fordult Beverly Hills felé, és azt mondta, látod? Tudod, miért lakok itt Malibuban? Mondtam, nem.
Azért, mert akkor nem kell ezeket a hülyéket ott látnom. Tulajdonképpen ez volt az alapiskolám nekem, amit ő biztosított a számomra. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy úgynevezett professzionális képzésben nem is részesült. Elnézést, nem értem a kérdést, tehát hogy nem vettél részt, nem mentél iskolába. Nem, az én iskolám tulajdonképpen az újságírás volt. Ohio-ban az egyetemen nagyszerű időt töltöttem, és az egyetemi lapnál dolgoztam. Ez tényleg az országban a legjobb bulizós iskola. Úgyhogy nagyon jó kis képzés volt. Vajon a sikerének mi a legnagyobb része? Minek köszönheti? Szerintem leginkább annak köszönhetem, hogy nagyon keményen dolgoztam a könyveimen, a magazinban közölt cikkeimen is, és sosem gondoltam, hogy forgatókönyvíró lennék. Mindig könyvben gondolkodtam. Ugye a Random House-nak is készítettem egy könyvet például. Imádták, tetszett nekik, és akkor azt mondták, hogy erről akkor legyen egy könyv. Utána a United Artists azt mondta, hogy na, ebből csináljunk egy filmet. Mindig hittem ebben. Az édesapám azt mondta, hogy ugye Ohio-ba, Clevelandbe jöttünk, csak hárman, mint menekültek, és mindig azt mondta, hogy ez az egyetlen ország a világon, ahol nem kell, hogy az embernek kapcsolatai legyenek, nem kell ismerni az embereket. Egy szegény fiú volt el ugye Clevelandben, és igaza volt, nem voltak kapcsolataim. Nem ismertem embereket magas pozíciókban. Tulajdonképpen végigmentem a lépcsőkön, ami elvezetett idáig. Ezért imádom Amerikát különben. Azt a kérdést tenném fel, hogy vannak olyan rendezők, forgatókönyvírók Amerikában, akik kicsit hasonlítanak az európai filmek, szerzői filmeket, úgynevezett szerzői filmeket készítenek, mint a Coen testvérek, vagy a David Lynch, vagy a Jarmusch, vagy a David Mamet. Kíváncsi vagyok, hogy hatnak ezek önökre, vagy önre, és hogy egyáltalán ezekről mi a vélemény? Art movies in America like the Coen. Mindegy, most figyeljünk. Or how does that, what do you think about it? Let me ask the first part of that. The Coen brothers don't make art movies. They make movies. Azért hangsúlyozni szeretném, hogy a Coen testvérek nem úgynevezett művészfilmeket csinálnak, hanem a közönségnek dolgoznak. Ha nem jön be a közönségre, akkor nagyon haragszanak. Yes, but they are building. They're built on a different structure. Igen, tehát, hogy más struktúrán építkeznek. Tehát a Coen testvéreknek a filmjei gigantikus kasszasikerek. Tehát kritikai sikerek is, és kasszasikerek is. Én nem gondolnám, hogy ők annyira művészfilmeket készítenének. Ők nagyon-nagyon okosak, nagyon tehetségesek, arra nézve, hogy a filmjeikből közönség sikerek legyenek. És ezt úgy csinálják, hogy nagyon érdekes és eredeti megközelítést alkalmaznak, és ez így történik. I also mentioned David Lynch is probably one of the most successful commercial directors in America. A David Lynch is valószínűleg az egyik legsikeresebb üzleti szempontból, kereskedelmi szempontból legsikeresebb művész, fantasztikus történetmeséléssel és nagyon komoly kasszasikerrel. Igen. Nagyon komolyan ott van, tulajdonképpen a szélsőségig kimozdítja a dolgokat, de nagyon sikeres. Igen, nagyon tisztelem a bátorságát. I
got a question for both of you. Lenne egy kérdésem mindkettejük számára, mégpedig a rendezők kapcsolatára. Most, ami a termékelhelyezést illeti, kinek a felelőssége erről dönteni, hogy mi legyen a termékelhelyezés, és a mely produkciós fázisba, gyártási fázisba kell egyáltalán elkezdeni gondolkodni erről. Szerintem ez a producernek a felelőssége, ez bőven a film befejezésére, nem befejezés után, de már létrejött ugye a szereposztás, készen állunk arra, hogy elkezdjük a gyártást, és megfelelő rövid időn belül már ez el is kezdődik, akkor körül kell nézni, hogy egyáltalán elég pénzünk van-e arra, hogy megcsináljuk a filmet, és akkor ugye, amikor megpróbáljuk jobbá tenni, hogy plusz dolgokat is be tudjunk hozni. Tehát néha vissza kell térni, és azt kell mondani, hogy igen, a Michael, persze, hát a rendezőnek részének kellene a folyamatnak lenni, nem gondolom, hogy bárki rosszul érezte magát. Ugye a Jurassic Park az egy elég jó film volt. Nem hiszem, hogy ott a Mercedes bárkit zavart volna, ugye ott fönt a fán. Ugye az a bizonyos beindítása az új autónak, ez itt történt, ugye a United Artists esetén, ugye ott Maseratit használnak, BMW-t, amely oda-vissza megy, tehát ez egy nagyon jó termékelhelyezés volt. És így módon plusz pénzhez jutott a film is, és maga a termék is fantasztikus figyelemben részesült. Néha ez a dolog működik, és amikor összeáll, akkor teljesen természetes benyomást is tesz. Mondjuk, hogyha azt látjuk, hogy ott egy Pepsi, ott egy rágógumi, persze nem így kell, hogy legyen, hanem úgy kell csinálni, hogy láthatatlaná váljon a dolog. Ugye ez a Bulgari Bulgari, ahogy mondtam, ugye pisiléskor említettem ezt a példát. Over there. No? You got a question? Maybe? Van egy kérdés? Én azt gondolom, hogy talán a karakterek vízére vissza kellene elvezni, hiszen erről szól a ma délutáni szekció. A történeteit nagyon a karakterek viszik előre, és megpróbál nagyon komplex karaktereket bemutatni, hogy egy kis nagyon komplexek legyenek, ne legyen egy értelmű irányvonal. De van-e egy rendszere, nem paradigmája, csak egy rendszere? A karakter építéshez. Tehát van-e bármi olyan rendszere, pszichológia, vagy személyiség, típus, vagy bármi, ami segíti abban, hogy ilyen komplex karaktereket építsen? Remélem, hogy az életem tapasztalata mind beleáramlik a karaktereim jellemébe. Nem mondom, hogy minden egyes karakter általam ismert emberek alapján íródik, de egyes helyzeteket felidézek, és az segít. Az amerikai életet például megpróbálom úgy jellemezni, hogy emlékszem, amikor Amerikába érkeztem, nem beszéltem a nyelvet, és megpróbálom azt visszaidézni. Természetesen az, hogy riporter voltam, az is hozzásegít ahhoz, hogy a sztori után menjek, megismerjek embereket. Tehát az a szakma is nagyon sokat segít nekem. És azt gondolom, hogy ez segített a tapasztalatok megszerzésében. És én az az igazság, hogy az évek során egyre amerikaibb lettem, és egyre jobban bevonódtam az amerikai társadalomba, egyre jobban megértettem egy csomó mindent ott, és nagyon sok barátom lett persze, és azok mind különféle társadalmi rétegből származtak. Nagyon sok politikust is megismertem, rendőrfőnök lett például egy nagyon jó barátom, volt egy fekete bőrű polgármester, aki jó barátom lett. Tehát ezek az élmények mind összeadottak, és hát ne felejtsük el, ugye rendőrségi újságírással foglalkoztam egy évig, és éppen ezért sok rendőrbarátom is lett.
És ez mind összeadódik, és egyre többet tudok éppen ezért az amerikai életről, az amerikai társadalomról, és én ezért azt gondolom, hogy egyre jobban eszközöket kaptam a kezembe, hogy erről írjak. És azt gondolom, hogy azok, akik forgatókönyveket szeretnének írni, azoknak érdemes először egy kicsit újságíróként tevékenykedniük, mert nagyon sok tapasztalatot szerezhetnek. Én azt gondolom, hogy az újságírás igazán nagyon jó, mert, de azért nem szabad túl sokáig csinálni, mert az írói képességeket esetleg csökkenti, de a tapasztalat szerzése igazán nagyon jó. Minden nap ír, csak amikor megrendelés van. Majdnem minden nap, almost every day. Tehát majdnem minden nap megpróbálom minden nap egy kicsit írni. Természetesen vannak kisebb kihagyások, amikor az életem más területeivel foglalkozom, tehát például a családommal foglalkozom, de tényleg megpróbálok minden nap írni, és erre kényszeríteni magamat. Megszabott mennyiséget, vagy pedig csak... Nem próbálom egy bizonyos szószámot vagy oldalszámot elérni, csak egy rutint akarok kialakítani, hogy minden nap írjak. Számomra ez nagyon jól működik. Persze vannak olyan írók, akik egy kicsit egy forgatókönyv megírása után azt mondják, hogy egy kicsit egyáltalán nem akarnak ezzel foglalkozni. Persze van olyan, hogy egy forgatókönyvet 3-4 évig írnak, és akkor mondjuk 6 hónapig egyáltalán semmit nem írnak, és egyáltalán nem foglalkoznak a témával. Az az igazság, hogy szerintem a forgatókönyv írása nem égeti ki annyira az embert, mint sok más tevékenység. Nagyon vannak olyanok, akik akár 4 évig ugyanazzal a karakterrel foglalkoznak, az persze más dolog, az azért attól kiéghet az ember. Hát attól függően mennyire teszi bele az ember a szívét és lelkét. Hogy van egy kérdés a másik teremből, amíg itt halljuk a kérdéseket. Egyelőre nincs kérdésünk lenne a másik teremben. Szóval az én kérdésem annyi lenne, hogy az elemi ösztönről kapcsolatban elég érdekes karakterek voltak benne, meg jelen volt a drog, az alkohol, a cigaretta és ezek. Bizonyára önnek kialakult egy kép a fejében, amikor megírta a forgatókönyvet. Amikor elindult a forgatás, utána tudott még segíteni a színészeknek esetleg, hogy úgy formálják meg a szerepet, ahogy ön elképzelte, vagy mondtok, ez már alakult minden magától. A forgatás alatt, az elemi ösztön forgatása alatt segítette a színészeket a jellemek kialakításában, például a sok alkohol és dohányzásban. Azt gondolja, hogy a területen én igazi tapasztalt vénróka vagyok? PhD-nek? Úgy tudom, hogy PhD-je is van a területen. Tehát a téma, a kérdés az volt, hogy segítette a szereplőknek abban, hogy jól formálják meg a karakter, tehát már a forgatás alatt. Az az igazság, hogy kitoltottak a forgatásról. Annyira sokat vitatkoztunk. És ennek következtében nagyon udvariasan megkértek, hogy ne jelenjek meg a forgatáson. Tehát már szinte csak akkor láttam a filmet, amikor már vetítették. A film azt mondta, hogy nagyon jó, de azt is mondta, hogy nagyon fura helyzet volt. Az az igazság, hogyha segítettem volna a karaktereket, a szexualitás és az alkohol megformálásában, megígérhetem, a legjobbat nyújtottam volna.